Nagy Tamás képviselő úr következik a Jobbikból, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Azért emelkedtem ismételten szólásra, mert vezérszónoki beszédemben nem tudtam minden olyan fontos elemet elmondani, ami még az egész végrehajtási területet jellemzi anomáliaként, illetve felvetnék azért ilyen konkrét további javaslatot is. Először talán kezdeném azzal, amit abban a körben mondtam, hogy Jobbikos képviselőtársaim benyújtottak nemrégiben a ház elé 3878, illetve 3879-es számon két törvényjavaslatot, ezt akkor azért mondom a számokat, hogy államtitkár úr fel tudja jegyezni, remélem, hogy ezt is teszi a gépén éppen. Tehát mindkét javaslat a végrehajtási törvény módosítására irányul. Mind a kettő nagyon fontos. Helyesebben az egyik a végrehajtási jutalék kérdéskört elemzi, ugye ez Berta Szilvia, Lenhardt Balázs és ZKP Daniel közös módosító javaslat, egy önálló törvényjavaslata volt, amit lesöpöltek az Alkotmányi Bizottsága. Mi volt a lényege? A végrehajtási jutalékot maximáljuk be 2%-ba. A végrehajtási jutalék 2%-ába, ez adósok százezreit tudná azért abban a válsághelyzetben, amikor el kell szenvedniük a végrehajtást, hangsúlyozom, önhibán kívüli adósokról beszélek, ebben a körben kifejezetten sokat segítene rajtuk. A másik, a javaslat másik része, a VHT 170. szakasz harmadik bekezdéseként javasolna egy új rendelkezést, aminek röviden az a lényege, hogy ha jelzálog alapján, jelzálog a biztosított ingatlan végrehajtására kerül sor, akkor, és az ingatlan végrehajtására sor kerül, tehát elveszti legnagyobb vagyontárgyát, legbecsesebb kincsét, ugye egy család, ugye a feje fölül, nem akarom mondani, mi alól kihúzzák a lakást, akkor ne folyjék tovább, szűnjön meg ez a követelés. Tehát ha elvesztette a szerencsétlen a lakását, megint csak önhibán kívüli rezsimről beszélek, tehát a szélhámos vállalkozó, aki 50 másik embert átvert, az kimélető hajtsuk végre az utolsó centig, utolsó tényleg nadrágszíjig, de az önhibán kívüli adósok körében határozottan javaslom, hogy ezt a módosítást karolják fel, ez a 3878-as számon futott az önálló törvényjavaslat, ami szintén nem került társadalatba vételre. Most, ahogy nézem, a 170. szakasz harmadik bekezdés, tehát belépett egy új harmadik bekezdés, de az nem ezzel foglalkozik, tehát 170. szakasz negyedik bekezdésként kiváló lenne ez a rendelkezés, amit a javaslók előterjesztettek. Aztán tovább menve, van egy nagyon nagy anomália a végrehajtási rezsimben, mégpedig ez a következő. Ha gazdálkodó szervezetekkel szemben jogerős ítéletet sikerül kiharcolni, akkor az eddigi rendszerben egy évvel megelőző időszakig a végrehajtási lap kiállítása előtt azonnali beszedési megbízással szépen elmehettem a saját bankomhoz, amely megkereste az adós bankját, és levette. Levette, szépen leemelte, leinkasszálta a jogerős ítéletben foglalt összeget. Ez a rendszer lényegében tavaly óta megszűnt, ami egyszerűen elfogadhatatlan. És most olyan helyzetben vagyunk, például elmondok egy konkrét esetet, és itt azért ez sajnos tanulságos, és kérem, hogy azért a kormánypárti oldalon ebben azért gondoljanak ennek a jelentésébe mélyebben. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel szemben nyertünk egy jogerős ítéletet, amely ügynökség még az előző vészkorszak, tehát nemzetpolitikai vészkorszak 8 éves időszak alatti időszakban úgy járt el tipikusan az Európai Uniós pályázó magyar vállalkozásokkal szemben, hogy akik nem voltak úgymond körönbelüliek, azokat addig csesztették, már csúnya szó elnézést, addig indítottak szabálytalansági eljárást, amíg valamit találtak, már pedig nyilván lehet találni, mert ugye ilyen több száz oldalas feltételek vannak, és mondjuk jelen esetben itt egy képzési programot teljesítő magyar vállalkozásnak nem fizették ki a EU támogatást, arra hivatkozva, hogy hát ez szabálytalanul jártak el, nem jártak el így, a bíróság jogerősen megállapította. Mi történt? Felszólítottuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hogy szíveskedjenek megfizetni önként, hajtsák végre a Magyar Köztársaság rájuk is vonatkozó ítéletét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közölte, hogy nem hajtja végre ezt az ítéletet, nem fizeti meg. Na most ez a gyakorlat, ez kísértetesen emlékeztet a Gergényi Péter, egykori budapesti rendőrfőkapitány által működtetett rendőrség időszakára, amikor szintén károsult, meghurcolt tüntetők számára megítélt kártérítéseket nem fizettek ki, és akkor be tudtam inkasszálni. Akkor még jobb idők voltak,
azonnali beszedési megbízással be tudtam szedni a rendőrség számlájáról a jogerős ítélet szerint összeget. Most nem tudom beszedni. Be kell nyújtani a végrehajtási lapot, be kell állni a sorba, és majd ki tudja, mikor méltóztatik a elsőfokú bíróság kiállítani a végrehajtási lapot, majd a végrehajtó jelentkezik a végrehajtási költség előlegért, stb. És közben a magyar vállalkozás tönkre megy. Nem az egyedi ügy jellegénél fogva mondom, de azért mégiscsak megengedhetetlen, hogy egy magyar állami szerv megteszi azt a rendkívül nagy arcátlanságot, hogy nem fizet ki egy jogerős ítéletet. Jelezték, hogy felülvizsgálattal kívánnak élni, és ugye addig meg nem fizetnek. Csak hogy bocsánat, mikor lehet végrehajtás felfüggesztést kérni? Amikor a végrehajtás elmaradása nagyobb hátrányjal járna, mint a végrehajtás bekövetkezése. Hát bocsánat, egy állami szervtől mondjuk néhány millió forint kifizetése. Mondják már meg, hogy miért járna nagyobb veszteséggel, mint sem az, hogy egy kis magyar vállalkozás az utolsó szalmaszálként juthatna hozzá az évek óta visszatartott összeghez. Tehát felháborító a dolog, úgyhogy én az egész modellben nagyon határozottan javaslom, hogy hozzuk vissza ezt az inkasszó, előzetes inkasszó rendszert. Én nem is értem, hogy ezt miért vették ki, és tényleg nagyon nehezíti az adósok vagy a hitelezők életét. Visszatérnek az önhibás adós fogalmára. Önhibás és nem önhibás adós. Én egyszerűen most ezúton javaslom azt, hogy nagyon erőteljesen gondolkodjunk el azon, és biztattam erre államtitkár urat és igazságügyi tárcát, hogy építsük be a végrehajtási törvénybe ezt a kettősséget. És ezt tulajdonképpen, mit értünk ez alatt? Az önhibás adós alatt azt értjük, aki tényleg egy jogerős ítéletben foglalt kötelezettségének, vagy szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget, családmódon, vagy nem családmódon, de lényeg az, hogy vele szemben egy jogerős ítélet születik, fizetnie kell. Az önhibán kívüli adós fogalmába tulajdonképpen én jelenleg legmarkánsabban a deviza hiteleseket tenném, akikre tényleg ezt nem lehet elmondani. Tehát ők ott jóhiszemben bíztak abban, hogy majd egy kedvező kamatozással tudnak lakáshoz jutni, mertek nagyot álmodni, ki nem mert volna. Hát tényleg komolyan felpörgött ugye az emberekben ez a vágy, hogy lakáshoz jussanak, és ennek megitták a levét, elvesztették ugye a lakásaikat sok esetben, és az egész végrehajtási rendszerben át kéne vezetni ezt a kettősséget, és gyakorlatilag mindenütt, ahol lehet, számukra ugyan ők is el kell, hogy szenvedjék a végrehajtást, sajnos, bár nem kéne, hogy elszenvedjék, de szerintünk totális moratóriumot kéne hozni velük szemben, de ha mégis folyik ilyen végrehajtás, akkor egy méltányosabb rezsimbe kerüljenek. Egy jó ötlet lehet például az, hogyha a polgári perrendtartásba emeljük be például azt a rendelkezést, hogy a ítélethozatal során az eljáró bírónak, amikor megállapítja, dönt a keresett tárgyában, és megállapítja mondjuk az alperes fizetési kötelezettségét, akkor egyidejűleg rendelkezzen arról is, hogy az ügy összes körülményére figyelemmel a végrehajtás során önhibás adós kategóriába tartozó alperesről legyen szó, vagy önhibán kívüli adósról legyen szó. Tehát szerintem ezt egy bíró, egy felelős bíró helyes jó mérlegeléssel képes lehet elvégezni, tehát tegyük kötelezettségévé, emeljük be az anyagi jogszabályokba, és egyben tegyük be az eljárási jogszabályokba ezt az előírást, és így már meg lehet ez az emberségesebb bánásmód is megvalósulhat. Aztán szeretnénk azért szólni arról is, hogy a végrehajtás nem csak országon belül, hazánkon belül okozhat gondot, hanem a határokon átlépő rendszerben. Szintén saját gyakorlatból mondom, jogerős ítélettel sikerült egy lakásérvénytelenségi perben sikerrel járnunk, egy idős nénit szomszédsága gyakorlatilag különböző eszközökkel rábírt arra, hogy feltűnően értékaránytalan ellenérték mellett adja el lakását nekik. Egy rokon megtámadta ezeket a szerződéseket, és tudtuk érvényteleníteni, visszakerült az ingatlan. Megszületett a jogerős ítélet, több milliós fizetési kötelezettsége, időközben az elmarasztalt alperesek kiköltöztek Angliába, Nagy-Britanniába, és van egy jogerős ítéletünk ugyan, de megkezdhettük a nem túl könnyű, sőt, mint több kifejten kanosszajárásnak minősülő Európai Uniós végrehajtás útvesztőit járni, amelyben gyakorlatilag egy végtelenített hosszú eljárásban vagyunk, és gyakorlatilag az eredményesség legkisebb lehetősége nélkül. Tehát az Európai Unió ezen a téren nem működik. Egyébként is nekünk általában az a problémánk az Európai Unióval, hogy ott működik, ahol nem kéne, és ott nem működik, ahol kellene.
Tehát itt kifejezetten kellene, hogy működjön, ha már tényleg egységes térségről beszélünk, akkor tegyük már lehetővé azt, hogyha igenis egy uniós polgár, de most egyszerűbbet mondok, mondjuk azt, hogy Erdély és mondjuk a Csonkország viszonylatában, ugye köt két, mondjuk egy erdélyi vállalkozás megrendel Magyarországról mondjuk egy valamilyen terméket vagy szolgáltatást, és mondjuk az itteni vállalkozó családmódon jár el, nem teljesít, felvette az előleget, eltűnik, akkor gyakorlatilag megindul egy Európai Uniós végrehajtása, lehet csak ugye behajtani, ugye sajnos. Ugye hát én szívem szerint ezt a problémát egyszerűbben oldanám meg, tehát ugye nem kell feltétlenül ugye ezeket a határokat ugye öröknek és megváltozatlanak tekinteni, amelyek most jelenleg Erdélyt és Magyarországot elválasztják. Bízunk benne, a székely rendelkezési törekvések majd csattanós választ adnak mindenkinek arra, hogy akik lezártnak tekintik a magyar ügyet Európában. Mindenesetre anomáliák vannak ezen a téren is. Még egyet szeretnénk kiemelni, a javaslat 30. szakasza tárgyalja az elektronikus árverés, illetve ez a folyamatos árverés témakörében, ami egy nagyon jó ötlet, arról szól ugye, hogy ne kelljen külön a végrehajtónak kitűzni árverést, nem jelenünk meg, új árverés, stb. Ez több hónapos folyamat egy-egy ilyen árverés kitűzés, hanem egy folyamatos felület, internetes felületen egyfajta árverező fórum működik. Itt viszont ugye az a szabály szerepel, hogy a minimum 35%, tehát a licit érték, vagy a megállapított végrehajtási ügyérték 35%-át, ha legalább valaki megfizeti, azzal már elviheti az ingatlant, ha jól értem a szabályt. Ez szerintünk nem jó. Tehát itt minimum 50%-ra kéne emelni ezt az alsó küszöbértéket, így lenne igazán egészségesebb ez a történet. Tehát ezekkel a szempontokkal szerettem volna kiegészíteni ezt a javaslatot, amelyek kapcsolatban még egyszer azt tudom mondani, hogy egy jó irányba tett lépés, de mivel nagyon komplex problémáról van szó, és nagyon sok sebből vérzik a végrehajtás rendszere Magyarországon, élén ugye ezzel a sajnos szakmailag is sok esetben alkalmatlan és sok esetben korrupt és sok esetben bűnöző körökkel együttműködő végrehajtói rendszerrel, természetesen tisztelt a kivételnek, így sokkal komplexebb megoldásokat is kell adni. És ezért kérem államtitkár urat, hogy legyen nyitott ezekre a felvetéseinkre, legyen nyitott a módosító javaslataink befogadására, és akkor ennek fényében tudjuk mi is függővé tenni azt, hogy tudjuk-e a javaslatot a végső formájában támogatni vagy sem. Köszönöm a figyelmet!